A folytatásban pedig látogassunk el a múzeum faluba, hiszen augusztus 21-én lesz a Zsindelyes Összművészeti Fesztivál. Juhász Miklós a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Hát annak idején emlékszem az első Zsindelyes Fesztiválra, amit elindítottatok, és gondoltátok, hogy ebből ekkora hagyomány lesz? Köszöntelek én is, és nagy szeretettel a kedves televízió nézőket, és őszintén akkor, amikor elindítottuk, igen, tehát akkor azzal a szándékkal indítottuk. Ám bátor, ha most visszatekintek a múltba és az időbe, ugye 2012-ben volt az utolsó, és 2012 vagy éppen 13 évfordulóján nem nagyon hittük azt, hogy ennek lesz folytatása, tehát akkor nem, de hát ides tovább eltelt 9 esztendő alatt sok minden történt, és gyakorlatilag a Zsindelyesnél csak azt a döntést hozták meg arra vonatkozólag, hogy ezt a régi hagyományt fel kellene eleveníteni, más köntösbe újraélesztve, más helyszínen, gyakorlatilag itt Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluba kellene bemutatni és újraéleszteni ezt a régi hagyományt. De azért vannak olyan dolgok, amik megmaradtak a régiből. Emlékszem, ott is volt kis színpad, nagy színpad, fellépő koncertek, ezek azért megmaradtak, ezek az elemek. Így van, tehát alapstruktúrája, hogyha a forgatókönyvét tekintjük, akkor igen, ám bátor, mindig van egy olyan szóösszetétel már a főcímben, ha lehet így nevezni, ami már sugal valamit. Akkoriban 7 éven keresztül, 2012-ig ugye a gasztronómiára helyeztük a fő hangsúlyt a pálinka mellett. Most pedig len az idén és ezzel a hagyománnyal, amit most 2021-ben nagyon remélem, hogy elkezdünk, és folytatni fogunk évről évre, ott pedig len inkább már az összművészeti jelleget próbáljuk meg hangsúlyozni, hogy minél több művészeti ágat tudjunk bemutatni a fesztiválunkon. Hát azért a főszerep szerintem még mindig a zenéjé lesz, vagy legalábbis a nagy színpadon mindenképp, de a kis színpadon is. A kis színpadon inkább DJ-k zenélnek majd napközben? Napközben 12 óráig igen, DJ-ké lesz a főszerep, tánccal kiegészülve, szalontánc, illetve az Y2K új generációja fog föllépni a kis színpadon, majd azt követően, hát mondhatni azt, hogy az idei év újdonsága, hogy nyitottunk az informatika irányába is, és gyakorlatilag youtuberek és gamerek fogják ellepni a színpadot, mondhatni azt, hogy kockásodni fog a színpad, a kis színpad, de nem csak az ő személyükben, hanem gyakorlatilag minden, ami kocka, felelhető lesz a kis színpadon és annak környékén. Megpróbáljuk ezt a kocka témát kellőképpen illusztrálni. Hát ezt látom, hogy lesz Rubik kocka, valami óriás Rubik kocka, meg talán kocka lada is. Így van. Ahogy mondtam az előbb, minden, ami kocka, tehát kezdünk a kockaladákkal. Lesz egy nagyon színvonalas kockalada felvonulás. Rubik kockát úgy fogjuk megvalósítani, hogy Rubik kocka fejű emberek fognak jönni a színpadra, és akkor ők fogják felkísérni a youtubereket, illetve a gamereket, illetve lesz kókuszkocka, és a Zsindelyes Pálinka főzde által képviselt és zászlós pálinkája, az újfehértói fürtös ágyas megy fesztivál nevén, a kocka megy is ott lesz a színpadon. Ilyenkor a youtuberekkel lehet beszélgetni, ez egy előadás lesz, vagy ők mutatnak be különböző dolgokat? Nagyon széles a választék itt a youtuberek és gamerek kategóriáján belül. Mondhatni az, hogy lesznek, akikkel beszélgetni lehet, lesznek azok, akikkel játszani lehet, tehát és ezt megpróbáljuk élőben a világhálón is közvetíteni. Hát ez ami ugye ott az történik e-sport a... már részben. Így van, ami ott történik a világhálón. És lesznek olyan youtuberek is, akik gyakorlatilag valamilyen szinten kötődnek az élősporthoz is, tehát van köztük magyar-európa bajnok, dekázó fiatalember, van köztük nagyon ügyesen freestylozó kerékpáros fiatalember, akik több akadály, illetve vetélkedő műsorban már részt vettek országos szinten, tehát nagyon-nagyon interaktív lesz így a kis színpadon ez a kocka produkció, ami közel 5 órát fog felölelni. A nagy színpadon meg egy jelképes kört alakíthattok majd ki, és a kör közepén ott áll majd Pataki Attila meg az Edda. Ők lesznek az egyik sztár vendég? Így van. Mondhatni az, hogy lesz nyilván Magyar Pálinka Lovagrend, a Szabolcsi Pálinka Lovagrend és a Szatmári Pálinka Lovagrendek által delegált felvonulás, és ezt követően lesz az Edda élőkoncert, de ezt megelőzően pedig Inti és Ákos, azaz a TNT is élőkoncerttel készül a rendezvényünkre, a
Zsindelyes Összművészeti Fesztiválra. Hogy kell ezt akkor elképzelni? Egy egész napot el lehet tölteni, mondjuk egy család, ha kimegy oda a múzeumfalba? Tehát gyakorlatilag reggeltől estig lesznek programok, ahol jól szórakozhat, közben esetleg pálinkát kóstolgathatnak, meg egy kis gasztronómiával is kiegészíthetik? Abszolút, tehát mi így készülünk pont, hogy 10 órától 10 óráig, tehát gyakorlatilag reggel a nagy színpad, ugye arról még nem beszéltünk, ott inkább a népművészeté, a néptáncé, népzenéjé lesz a főszerep. A könnyűzene az igazság szerint olyan 3:30-4 órakor veszi át a stafétabotot a népzenészektől, és így már 10 órától is lehet gyakorlatilag megfelelő programot találni, akár a kicsin a DJ-kkel, táncosokkal, a nagyon a néptáncosokkal, népzenészekkel, illetve megkóstolni a finom ételeket, finom pálinkákat. Méhecske játéktér fogja szórakoztatni a kicsiket egész nap, tehát ámblok egész napos programra kell felkészülni. Meg hát ez egy nagyon jó alkalom, azt gondolom, a helyi együtteseknek is, hogy megmutathatják egy picit magukat. Említetted az Y2K-nak a fiatalabb csoportját, de mondjuk az Érpataki asszonykórus nélkül Zsindelyes Fesztivál nem nagyon van már. Gondolom most is itt lesznek. Így van. Beáék nagyon-nagyon örömmel jönnek minden egyes rendezvényre, amit a Zsindelyes szervez. Így már alig várták tényleg mondhatni azt, hogy ez a rendezvény, ez a hagyomány újraéledjen, és első telefonhívásunkra rögtön igen mondtak, gondolkozás nélkül. Csak egy praktikus dolog, ugye 21-én, akkor sima, egyszerű belépőt kell váltani, és úgy mehetnek majd az emberek a fesztiválra? Természetesen. Tehát mondhatni azt, ez a belépődíj kategória is, inkább úgy fogalmazok, hogy regisztrációs díj, egy 1000 forintos díj megváltását követően lehet belépni a múzeumfalu területére. És onnantól kezdve aztán élvezhetik folyamatosan a programokat. Így van, non-stop. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hát jó időt kívánunk nektek is. Ugye ez augusztus 20-a után következik majd, tehát mondhatjuk azt, hogy ha valaki 20-án elkezdi az ünneplést, meg esetleg a mulatozást, akkor az 21-én folytathatja tovább, és akkor egy egészen jó kis hétvégét tölthet így el egy pár nap alatt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Mi pedig akkor most folytassuk atlétikával és olimpiával, hiszen Hellebrand Máté a héten elutazott Tokióba, még az utazás előtt beszélgettünk vele.